Sziasztok fiúk, lányok! Ez itten egy szerintem videó akar lenni. Hát nem is éppen egy szerintem videó, hanem egy ilyen reklámelemzés, buzulós hülyeség kedves vendégemmel. Szervusztok, megint Effekta vagyok. És ezt a dumát most a Latfiton nyomtam. Igen, és büszkén gondolunk erre vissza. Na, a mai kiválasztott alanyunk, amit nem én találtam, hanem kedves e-kollégám, ez a Vít reklám, ahol a liftben a hölgyek így szőrbenövés, meg szőröznek szó szerint. Szőröznek. De tényleg. Ez a legjobb kifejezésre. Hát nem tudok tényleg most így hirtelen szavakat találni rá, mert annyira idióta egy reklám ez. Így előjáróban neked mi a véleményed róla? Meg mielőtt így megmutatjuk a nézőknek, hogy melyik is ez. Előjáróban nekem az a véleményem az egészről, hogy azt vágom, hogy a feminizmus az elhatalmasodott az egész világon, de azért ez már túlzás. Tehát amíg ebbe a reklámba előfordul, az kész. Ez katasztrófa. Ja, indítsuk a reklámot háromra. Indítsuk. Jaja. Egy, kettő, három. Csak rohanj a liftbe. Oh. Dur, szevasz. Csóró csávoly, az nagy drágán megveszi a ruhát, és meg széltépi. Kivillannak a fénylő lábai, neki krómozza a patáját. És akkor most jön ez széles vigyor. Hoppá, készülődés, készülődés. Ott szenved a lábával. Fölér a negyedikre. Dur derékbe tört, és érdekes, találkozik a barátnőjével, azok meg egyből a patáját fixírozzák, hogy ha, figyelj, apám, leborotlát a lábát, kurva jó! Most így megnéztem még egyszer ezt a reklámot. Nekem először összet az eszembe, hogy hol a francban voltak a férfiak ebből a reklám jelenetekből. Mert talán egy vagy kettő kellett volna, hogy legyen, mert most ez hirtelen azt a gondolatot keltette fel bennem, hogy mi feminista világban élnek ezek a nők? A francokat csak leszboszik. az se rossz ötlet. És másodszor pedig ez tényleg, hogy milyen lába van már ennek a csajnak? Nem értem. Hát a krompatára gondolsz, vagy mi? A krompatára gondolok, mert ránéztem a másik hölgyére, és az övé bezzeg nem. Ez is mutatja, hogy én speciális vagyok, mert én vitet használok, mert a pasi mindent megvesz nekem, és mindig ki tud elégíteni az ágyban. Azért félik a lábam, mert kielégíti, mi? Igen, meg van docsolva. Jó, te egy állat vagy, basszus. Köszönöm szépen, ezt boknak veszem. De akkor azt hiszi, ez lábfetisizta a csávó akkor, hogy állandóan ott locsolgatja a lábát a csajnak. És akkor azt még le is kell gyantázni. Hoppá, az nem maradjon rajta a materiék, húzzuk le vitte. Vagy csak egy tömlő van a lába közt. Hát, nem tudok így hirtelen így mire gondolni. De na igen, de a csaj az a másik, aki ott állt a liftben, milyen majom fejjel nézte a lábait. Ja, és ki sem szállt a liftből, érted, amikor kijött a másik, és egyből nézték a lábait. Nem, ő benn maradt a liftben a sarokban, alig lehetett észrevenni. Nem, mert szőrös lábúakat nem hívnak meg a buliba. De ez egyáltalán nem egy munkahely volt. Hát én azt nem tudom őszintén szólva. Hát nagyon örültek neki, meg hát nagyon ment ott a party feeling, és hát ilyen vidáman csak nem mennek be a munkahelyre azzal a tudattal, hogy fú, apám, hát neked most nem szőrös a lábad. Kivételesen lehet, hogy tényleg ennek a csajnak ilyen mediterrán lábai voltak, és akkor azért örültek ennyire, hogy megborotválkozott. Meg lett jól locsolva valószínűleg az előző este. Ja, amit igen. Nem láthattuk a reklámban, mert ugye cenzurázó van, meg hát ugye pasik ebben a reklámban nem léteznek. Nesze neked, jogalom. Ja, és te neked mi erről a reklám, vagy a véleményed így? Először, amikor megláttad, akkor mi volt? Hát én így döglöttem a tévé előtt, és akkor hogy látom, hogy futkározik a liftbe, akkor hogy néztem, hogy ennek meg mi az Isten baja van. De amikor a ruhát letépte, na én azon már kezdtem reménykedni, hogy följebb húzza azt a kis tépést, és akkor mit tudom én, úgy nyakig eltépi a ruhát, de nem, csak kivillantja a vádlét, aztán szevasz, mert hogy addig megborotválta, de az is lehet, hogy a combja meg úgy néz ki, mint a Csubakkának. Ja,
az se rossz, hogy egy NDK-s 25-nek, ki tudja. Persze, ma izé, a térde alatt már heréi vannak. Hát persze. És... nem bírok szavakhoz ütni tőle, nem tudom. De annyira egy ostoba reklám ez. Másik az, ami így hittem beugrik, az a... az a mag is, az a kisfiú nem azt mondja, hogy csirke, hanem cirke, meg nagyon omlósz. Omlósz a jó kurva anyád. Komolyan mondom, én megláttam azt a felvételt, azt a reklám felvételt, éppen a hugom szobájában tartózkodtam, mert nem tudom, mit kerestem ott, és így mondom, hogy na jó, ezt az LCD TV-t most lerúgom. Lerúgom, nem érdekel. A kis csávot, a lapos képernyőn még idegesítőbb volt. Hány éves a hugod? 17. Júj. Na, tegyük félre a perősz gondolatokat. Nekem ez a reklám most egy kis gyomorfájdalmat keltett. Nem tudom miért. Hát azon már én túladtam, mert már tojtam, hála Istennek. Tudod még egyáltalán bármit fűzni ez a reklámhoz? Hát figyelj, alapból fájdalmas egyéniségek vagyunk. Most találtunk egy még fájdalmasabb témát. Szerinted? Kitöltjük ezt a 11 percet? Nem szükséges, legalább annál kevesebbet kell átküldenem. Jó, és oké. Akkor nem kell azon szopni a rapid share-en. Jó van. Jó kis pozitív hozzáállás. Ez az, ez kell nekünk. Ez abszolút kell a jó öreg magyar népnek. Hú. Mert most én még egyszer nézem ezt a reklámot. Így kommentálom egyedül. Úgy van, rohadsz a livbe. Azt mondja, hogy elszakította a George R. Martin. Jó, hogy nézel. Letéped, ó, mit csinálsz? De az a majom feje csajnak, bazzak, azon ja. Kész vagyok. Anetka, majom fej. Tényleg olyan, mint az Anetka. Nincs olyan szuper sarkított tévéfeje. Ja. Ugye de... letéped, áááá! Semmi üvöltés, semmi, nem, ezt nem mutatja. Hát azért, mert le se szedi a szőrt a lábáról. Tehát, hogy egy kicsit rázumolsz, akkor tudni. Hát de szerintem izé azt csinálták, hogy áthúzták így izével, hajólakkal, hogy ne látszódjon ott a szőr, és akkor... hajónak. Azzal, és akkor úgy lelapítja a szőrt, meg minden, esetleg átfestették, és akkor ott szevasz. Tehát ilyen kis izét raktak, ilyen trilak festéket raktak a lábára, hogy szőrt is befestés, akkor ott nem látszik. Vagy diszperzitet. Persze, persze, erről is van az a hülye vicc, hogy befut a kis kauboly a kocsmába, azt kérdezi, hogy ki a kurva anya festette kékre a lovamat? Feláll ilyen rohadt nagy darab kauboly, azt mondja, én voltam, mit akarsz még mondani? Semmit, csak megszáradt festék, mehet a lak. Ne egyez egybe ez a feeling. Hú. Na. Fejezzük be szerintem itt. Igen, szerintem fejezzük be. Fejezzük be, mert hogyha mi végigpofázzánk, akkor ti fetrengeljétek a rögéstől, vagy nem tudom, mit csinálnátok. Na, turostáskos, fatosiklés, Ósperec. Sziasztok! Maradjatok szobatiszták a viszonhányásra.